Üdvözlök, ismét a mindenkit. Látszik, hogy bensége, mit is csinálok. Mit nem? Éppen mozgok. Sem nézek semmilyen virtuális világot. Több videón át is lehet beszélni ez a virtuális világ. A címe is van lefújva a gabona. Tender. Tisztára érkezik minden. Látni egy kicsiká szelterrakást. Azt hittem, a be lehet homokozva. Az út! Ilyen sákokban. De jó szagokat szoktak rakni. És megyek. Zsírpánsége. Nem a filmeket, a sorozatokat, főleg nem játékstreameket nézek, látok, hanem egy tájat. Képes. Mi távolra nem bírok nézni. Megfájdult a szemem a rengeteg lábogtatástól. Romlik a szem. Úgy romlik az agyam is. Valóságban ez így szokott lenni. Mi romlik, másik szerv is beromlik tőle. Szem az jóval szinten össze van kötve az agya. És így. Itt előzőleg már kb. Olyan jó régóta nem csináltam ilyen videókat, ahol járok a határban, és közben edzem az agyamat. Nem vettük több ilyen károsító minden lett. Egyszerűen nincs meg a napi mozgás. Az egy óra, fél órás, minimum fél óra futás. 2 óra hossz a gyalogolás, mert 4 óra hossz a biciklizésnek kellene lennie. Mi nagyon nehéz a valósítani, mert van egy más, amiből kell pénzt is keresni, nem pedig nem játékokat játszani, meg mások a streamét nézni, amiből semmi hasznos sem nem lehet. Mert ha játékot nézve játszasz, ha van eszed, akkor veszel egy olyan gépet, ami víz streamingelni, felrakod a játékot, jó sok marha gyönge IQ szinte, mert megnézik a játékot, vagy a játszasz. Általában nem ez szokott történni. Általában mindig megveszik a olcsóbat, ami lehet nézni filmeket. Egy-két évig viszik a egy pár játékot, aztán egy képtelen vagy miért venni egy olcsót, egy pár évig jó, aztán meg lelassul. Ez is ilyen nagy rossz ligám van. Tételezzünk fel a helyzetet. Megvesző, annak idején vettem volna egy 4 magas ilyen 3 GHz-es egyszerű otthon processzort, mert én meg mindig cseréltem volna a 4 évente a egy erős videókártyát, és mi lett volna? 10 évet nem kellett volna venni semmit se. Nem élet? Rossz volt a logika. Ez a rossz logikát, oktatási
intézményekben vannak tanítva. Bogarasz? Nem? És le látni itt, ahogy mint mindig, streamelésemnek egyik fontossága, nem nézek, inkább mozgok, semmilyen virtuális képet, nagyobb károsítás az, hogyha nézed, azért látom, hogy megint milyen fajta permettel tudták le a kukoricát. Jobban kelljen ez a... Hebbér, cibit, tebisz, terbisz 500-as. Ha vannak ilyen csodaszerek, remélhetőleg úgy fog nőni a kukorica, annyi termés lesz rajta, megjelenik a, hogy tonnánként mondok egy jó számot, tudom, hogy ez viszonyítva, az a lényeg, hogy három levél van kukoricának, akkor le kell fújni, és akkor pont, ahol látom, három darab levelek vannak, és nem régen lehet lepárnak ez. Hát, így szokott lenni. Na, termelések. Többet kell termelni. Azért vagyok, ha sokat termeljek. Ha sokat termelhessek, főleg jó sok permetet kell, meg műtrágya, meg minden más. Még azon, hogy nőségesebb legyen, hanem minél többet termeljek. Minden így van. Az oktatásban is. Nem az, hogy tudjál valamit, hanem minél többet termeljék ki a gyárakból. Azt kell csinálnod, akkor azt kell. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok!